Az egész testét éri a kékfény, csak egy pelenka van rajta, forgatjuk benne babákat. Így működik a kékfénylámpa, amely az újszülött osztály egyik leggyakrabban használt eszköze. Az újszülöttek körülbelül felénél, 60%-ánál fordul elő a sárgaság. Az eszközzel ennek káros kockázatait csökkentik. A Markot Ferenc Kórház újszülött osztályán kétféle kékfénylámpát használnak. Az egyik a ledes típusú kékfénylámpa, a másik pedig az ágy melletti használatos bilibet kékfénylámpa. Ennek különösen nagy jelentősége van az EGRI kórházban, hiszen a baba barát osztályon szeretnénk megvalósítani azt az elvet, hogy minél inkább az édesanyák mellett lehessenek az újszülöttek, még hogyha valami kis apró problémát is találunk náluk. Elmondta, az ágy melletti kékfénylámpára egyre nagyobb számban van szükségük. Az elhúzódó sárgaságnál megnő az ápolási napok száma, illetve a koraszülötteknél is egyre gyakrabban használják. A Városi Diáktanács tagjai egy új kékfénylámpára gyűjtenek, így szeretnének segíteni a Markot Ferenc Kórház gyermekosztályának. Úgy gondolom, hogy az EGRI Városi Diáktanács számára nagyon fontos az, hogy tudjon segíteni az újszülötteken. Úgy gondoljuk, hogy minden gyermek megérdemli azt, hogy egészségesen kezdhesse az életét. Mindemellett a szervezetnek azért is fontos, mert kipróbálhatják magukat egy olyan új dologban, amivel segíthetnek másokon. A különböző kékfénylámpák ára 700 ezer és 2 millió forint között mozognak. A felajánlásokat a diákok a gyermekeink egészségéért közalapítvány számla számára várják.